A természetfotózásnak sok szépsége van, vallják azok, akik ebben a műfajban jártasak. Rengeteg naplementés vagy napfelkeltés képet örökíthetnek meg, vagy akár egy-egy komolyabb viharból is születhetnek olyan felvételek, ahol villámokat fényképeznek le a mezőn, vagy a települések felett a fotósok. Czakó Balázs is azon alkotók közé tartozik, akik a természetet járják, kutatva az értékes pillanatokat és jobbnál jobb történéseket, amikről beszámolhatnak. Stábunk Balázs 14. kiállításán jár, ahol megtudtuk tőle, mióta foglalkozik természetfotózással, és hogy milyen képeket hozott el a kiállításra. 2013-ban kezdtem fotózni, akkor még Pakson dolgoztam az atomerőműben, és első körben az éjszakai kékórás fotók fogtak meg, ebbe kezdtem bele, aztán jöttek a tájképek, és akkor tényleg ez lett a fő irányvonal. 2016-ban jutottam el Izlandra, akkor hagytam ott az erőművet, és azóta szabadúszó fotós vagyok, és hát ott szerettem vele igazán a tájfotózásba. Mindig jönnek új dolgok, új kihívások, most például az, hogy itt kevesebb képem szerepel, tehát az eddigi nagy kiállításokon ilyen 30-40 fotót szoktam kiállítani, ezek mind plastiklapon kerültek kiállításra, és ide szerettem volna valami különlegeset. Ha már kevesebb fotó, akkor tényleg ugye a legjobb képeket válogatom ki, és különböző anyagokra. Úgyhogy itt most szerepel fa, fém, szálcsiszolt fém, plastiklap, vászon és üveg nyomat is, meg van egy LED háttérvilágítású lap is. A természetfotós általában több képet szokott kiállítani, ám erre pályájának csak egy bizonyos szeletét vitte el. Most a 2016-ig bezárólag készült képek, tehát már vannak Izlandon készült tájfotók is, a Tolnai Duna, Bogyiszló, akkor szekszárdi, balatoni kép is. Egy fotós életében nem könnyű állandóan inspirációt szerezni, hogy tovább folytassa munkáját. Czakó Balázs azonban könnyen szerez ihletet ahhoz, hogy újabb és újabb fotókat készítsen. Elsősorban külföldi tájfotósok képei azok. Amikor elkezdtem, akkor így mondhatjuk, hogy saját magamat képeztem külföldi fotósok leírásai képei alapján, külföldi videókból. És hát most volt egy kicsit egy olyan időszak az életemben, amikor nem jutott annyi idő a tájfotózásra és a fejlődésre, ezt szeretném most végre bepótolni és nekiesni. A természetfotózás Czakó Balázs szerint nem könnyű dolog, de rengeteg olyan történést lehet megélni az idegen országokban, amit érdemes megörökíteni és megmutatni a nagy közönségnek. Ilyen volt egy izlandi út is, ahol természeti jelenségeket fotózott. Az, amikor kint állsz mondjuk egyedül egy viharban, vagy ott állsz Izlandon a Diamond Beach-en, és az egyik pillanatban még süt a nap, a másikban pedig már esik a hó, vagy az eső, fúj a szél, és melletted ott vannak ezek a jégdarabok a vízben. Úgyhogy ide nagyon szeretnék visszajutni. Egy fotósnál mindig nehéz eset, ha ki kell választania a kedvenc képét az adott kiállításról. Balázsnak azonban van egy olyan képe, amit a legjobban szeret, azért is, mert sok munka volt az elkészítésével. Talán a legfontosabb és legjelentősebb az, ami itt van mögöttem, ez a tükröm. Itt kezdtem el azon gondolkodni, hogy szeretném nyomtatásban is látni a képeket, hogy szeretném mindenképpen megpróbálni, hogy ez hogy mutat egy falon, és ennél a képnél jött az ötlet, hogy szeretnék ruhára is nyomni képeket, és aztán ebből lett végül is 2017-ben a Budapest Fashion Week, ahol Juhász Szilvia ruhatervező az én képeim által ihletett ruháival tartottunk bemutatót, aztán követte ezt 2018-ban is a Budapest Fashion Week, és azon mi már nem is tudtunk ott lenni, mert az előzőről kaptunk egy meghívást New Yorkba, és hát végül is a tájképeimnek köszönhetően jutottam ki Amerikába először, és ott is volt egy divat bemutatónk. Rengeteg helyre eljutottam. Voltam Ausztriában, Olaszországban, Izlandon, Amerikában. És most biztos, hogy van olyan, ami még nem jut eszembe.
de ezen kívül még Magyarországon is rengeteg csodaszép helyen járhattam, ahova amúgy nem jutottam volna el. A fotós további céljai közé tartozik egy viharvadászat Észak-Amerikában, valamint szívesen készítene képeket Európa északi felén is.